Egy kisújszállási lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert ismeretlen tettes feltörte a lakótelepi garázsát. A helységből 80 ezer forintnyi értéket vitt magával a jogsértő. A rendőrök adatgyűjtést követően előállították a kisújszállási rendőrösre egy 21 éves miskolci lakost, aki elfogása pillanatában beismerte a lopást. Az értékeket egy lakatlan házba vitte, ahol a nyomozók kutatás során mindent megtaláltak. A rendőrök nem csak egy bűncselekményt róttak a férfi terhére, hisz a megalapozott gyanú szerint kisújszálláson egy lezáratlan gépkocsiból márkás felsőket, parfümöket tulajdonított el. Az egyik mellén zsebében a sértett elmondása szerint egy millió forint is volt. A gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett, de azt tagadta, hogy a mellényben nagy összeg lett volna. Bevalotta azonban, hogy egy kerékpárt is ellopott, amit később értékesíteni akart. A karcagi rendőrkapitányság vétség és kétrendbeli lopás büntet elkövetése miatt folytat nyomozást.